Böde Dália vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Mindig egy nagy kérdés ez, hogy szükség van-e felkészülési mérkőzésekre, ha igen, akkor így a szezon végén szükség van-e rá. Új játékosoknak, újoncoknak ezért az mindig egy nagy lehetőség, akkor is, hogyha végigjátszotta a szezont, össze-vissza rugdusták, akkor is, aki be akar kerülni, aki bizonyítani akar, annak ez mindig egy nagy lehetőség. A többieknek nem annyira. Hát ilyen volt ez a meccs, főleg az első fél idő, akkor olyan tiritori volt végig. Nagy leégés nem volt, én nem is vártam ettől többet, megmondom őszintén. Egyszer volt egy ilyen, a jó ég tudja már kivel játszottunk, de a Zalaegerszegen volt egyszer egy ilyen szezonvégi barátságos meccs, hát az borzasztó volt. Tehát ott tényleg nem kívánta senki hát a közepére. Ezt a mostani válogatottról, a mostani meccsről azért nem mondanám. Látszott az, hogy ez egy olyan csapat volt, ahol már azért lejátszották a szezont a játékosok, voltak olyanok, akik újonnan kerülnek és szerettek volna bizonyítani, tehát végül is nem volt ez ilyen hát a közepére a PUP jelenség, de nem olyan volt, mint egy tétmeccs. Én nem is vártam ennél többen. Kanta hihetetlen jó szezont kapott, ugye mindenkit megelőzve ő lett a nemzeti sportosztályzatai alapján, ha jól tudom, akkor az évjátékosa. Akár aki külföldön jól teljesít, és még nem játszott, akár aki itthon játszik, és nem volt még válogatott, vagy csak rég, az, hogy bekerülhet akár egy ilyen mérkőzésen, ez egy kaput nyitva hagy. Az mindig azt gondolom egy probléma, hogyha van egy keret, és érzik akár a mi bajnokságunkban játszók, vagy a külföldiek, hogy a büdös életben nem fognak bekerülni, mert annak az edzőnek az az elképzelése, és mi itt aztán rúghatunk 68 ezer gólt, vagy védekezhetünk nagyon jól, és lehetek a mezőny legjobb minden meccsén, akkor se fog bekerülni. Például Böde bekerülése is számomra ez egy jó dolog. Kellett rá várni, ugye sokan már előbb vártuk, hogy bekerüljön, de az, hogy ő válogatott lehetett, szerintem az is ezt támasztja alá, és ezt erősíti, hogy azok a játékosok, akik még nem válogatottak, látnak egy jövőbeli kaput, ahol lehetnek. Tehát nem záródik be a kapu a válogatottnál, és azt gondolom, hogy ez Kanta esetében is így volt, és ez örömteli. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi a szint? Főleg Egervárinál, ugye Egervárinál tudjuk, hogy sok minden mellett, de talán a legnagyobb hangsúlyt ő mindig a csapat egységre befekteti. És azt gondolom, Németh Krisztián esete is ilyen volt, hogy nem játszott sehol, mégis ő behívta. Itt a kérdés az, hogy a jelenkori szövetség kapitány őket hogyan tudja elhelyezni itt a csapat egység szinten. Nyilván nem csak a új játékosok, nem csak a pályán megy a teszt, hanem a teszt megy a kajánál, az edzésen, hogy milyen ez a jó ember, hogy ez egy társasági ember, ez tud elökni még a csapaton, vagy sem. Hát azt gondolom, hogy ezeken a teszteken átesve akár be is kerülhetnek. Játéktudása mind a három játékos szerintem megüti azt a szintet, hogy a magyar válogatottba játszon. A kérdés másik része, azt nem tudhatjuk, mert nem voltunk ott. Én nem ismerem ezeket a fiúkat így személyesen, nyilván azért voltak most együtt, hogy Egervár is jobban megismerje.